Energetikai együttműködésben állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök a Katari Emirrel. A kormányfő Katar miniszterelnökének meghívására érkezett hivatalos látogatásra Dohába. A magyar delegáció tagja Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is. Orbán Viktor a közösségi oldalán több fotót is megosztott a találkozóiról, majd egy videóban foglalta össze a tárgyalások eredményeit. Ez itt Katar, a főváros Doha. 40 Celsius fok. Kimerítő és eredményes tárgyalások az ország vezetőjével, a Katari Emirrel. Az elmúlt évben megtanultuk, hogy Katar kulcsfontosságú ország Európa számára. A hiányzó orosz gáz tekintélyes részét az innen érkező LNG gázzal pótolta az európai gazdaság kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtó ország, amely jelen van a világ minden részén. A béketáborhoz tartozik, abban érdekelt, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb lezáruljon, és hajlandó is ebben, mármint a béketárgyalások közvetítésében szerepet vállalni. Megállapodtunk energetikai együttműködésben, mi is vásárolunk majd gázt innen, több lábon állni mindig jobb, mint egyetlen lábon. Egyetértettünk infrastruktúrafejlesztésben, reptérfejlesztésben, Kommunikációs-ipari terület együttműködésében, sőt, még a mezőgazdaságban is kötöttünk megállapodásokat, jó perspektíva nyílt meg a katari-magyar gazdasági együttműködés előtt.